Egy döntetlen utáni 3 vereséggel kezdte a szezont a nyíregyházi futszál csapat. 4 fordulót követően így a tabella alsó régiójában szerénykedett Lovas Norbert együttese. A Magyar Futszál Akadémia elleni idegenbeli 3-2-es győzelemmel megtört a jég. Azzal a 3 ponttal együtt az utóbbi 5 meccsen 15 pontot gyűjtött az A stúdió. Az elmúlt fordulóban Veszprémben nyert 5-3-ra a Nyíregyháza. A mostani meccsek azért már jól sikerülnek, szezon előtt voltak problémáink, aminek már tudjuk az okát, hogy későn kezdtünk, később tudtunk összeállni, illetve a sorsolásunk is nekünk volt a legnehezebb, akikkel játszottunk, tehát a top 4 csapat. Ők sokkal hamarabb kezdtek, nekünk itt az előző szezon véget, mi egy kicsit később álltunk össze. Ott egyébként egy ilyen 3-4 ponttal terveztünk többet, a realitás talaján maradva. Sajnos nem jött össze, viszont ott volt egy komoly elbeszélgetés a játékosokkal, illetve a vezetők részéről is volt felémjelzés, hogy próbáljuk már összerántani a brigádot, mert ennél sokkal többre vagyunk hivatottak, és úgy néz ki, hogy most én is azt tudom mondani, hogy jó úton vagyunk, és most tényleg elkaptuk a fonalat. A nyíregyházi csapatot 2 játékos is képviselte a 2 legutóbbi válogatott meccsen, Rafael és Szabó Lajos is pályára lépett az Ausztria elleni mérkőzéseken. Nyilván mindig nagyon jó érzés a válogatottat képviselni. Igazából egy hetet voltunk Szombathelyen, ahol osztrákokkal játszottunk 2 meccset. Szerintem mind a 2 meccsen domináns jó játékot játszottunk, és sikerült mind a 2-szer nyernünk. A nyíregyházi csapat 9 meccsen 43 gólt szerzett, ami a haladással holtversenyben a legtöbb a mezőnyben. Hétfőn a sereghajtó TFS-e otthonában lépnek pályára Szabóék. Tényleg most egy jó szériában vagyunk, és azért szerzünk ennyi gólt, mert amit kérek tőlük, hogy passzolják le egymásnak. Teljesen mindegy, hogy kiszerzi a gólt, a csapat fontos, a csapat nyer, a csapat veszít, és tényleg üreskapus gólokat lövünk, aminek nagyon örülök. Jó formát is mutatunk edzéseken is, rendkívül jó az edzés munka, és úgy néz ki, hogy megtaláltam azt a 2 sort, akivel tudok a szezonban végig játszani. Értelemszerűen, hogyha van betegség, piros lap, eltiltások, stb., akkor itt változik a helyzet, de megvagyunk. Most még van 2 meccsünk, Budapesten játszunk a TF ellen, és a hazai pályán fogadjuk a Debrecent. Ezt a 2 meccset, hogyha lehúzzuk, behúzzuk, akkor azt mondom, hogy 7 győzelemmel azért ez a realitás most nálunk. És utána pedig kezdődik a második kör, amiből ugyanannyi meccset meg kell nyerni ahhoz, hogy a felsőházba kerüljünk. A 10. forduló további párosítása a következő, Berettyó Újfalu Aramisese, Haladás VS-e Rubeola FC, Deac Nyírbátori SC, Kecskemét Magyar Futszál Akadémia és Újpest Veszprém.